A Sárospataki Művelődés Háza pódium sorozata világjáró klubja keretében már számos izgalmas, különleges úticéllal ismerkedhettek meg az érdeklődők. A sorozat házigazdája szerint sokszor még az idegenvezetőknél is jobban mutatnak be egy-egy különleges helyszínt az utazás résztvevői. A katonai diktatúra ellenére kedvelt utazási célpont Burma. Kevesen jutnak el ide, ezért is volt különleges a világjáró klubja. Olyan helyekre is eljuthatnak legalábbis a képek és az élménybeszámolók segítségével a kedves érdeklődők, ahova egyébként csak keveseknek van lehetőségük, mint ahogy így van ez a mai burmai programmal is. Nem hiszem, hogy a jelenlévők közül az előadón kívül és a társán kívül, akivel együtt voltak, sokan elmondhatják magukról, hogy Burmát látták már, vagy esetleg látni fogják a következő években. Az előadó már gyakorlottnak mondható, hiszen a tavalyi szezonban Kínáról mesélt a vendégeknek. Akkor is örömmel számolt be élményeiről. Ifjabb Szalai András azt mondta, leginkább az lepte meg, hogy mekkora szegénységben élnek ott az emberek, mégis milyen jókedélyűek és kedvesek. Kedvelik a turistákat és szívesen mesélnek az életükről is. Az utazó egy mini kiállítást is berendezett a pódiumteremben. Hoztam egy maszkot, egy jó pár képeslapot, ami tulajdonképpen arra szolgál, hogy a rengeteg pajának, stupának a beazonosítását segíti elő. Két könyvet, egy magyar nyelvűt, illetve egy angol úti könyvet, amit ki magammal vittem, a vízumkérőlaptól kezdve egy pár jegyen és egy vonatjegyen keresztül egy labdán át mindent, amit tudtam, csak hoztam. András azt is elmondta, hogy nem szervezett keretek között, hanem egyéni utazáson volt Burmában. Előtte azonban kikérte az országot jól ismerő egyetemi tanárok véleményét arról, hogyan is tervezze meg utazását a dél-kelet-ázsiai országba.